Itt tartunk már most. Na, több szót nem érdemel, Béla bácsi. Szóval kijöttem az intenzívről, és nem találom az egészet. Hogy össze van minden keverve? Hát nincsen Szovjetunió se. Kijöttem, puf, semmi. Először azt kerestem, és pont az nincs. Ja, valami fák van, mi az Isten van. Az fák van. Azt nem tudom, hogy akácfák, vagy gyújtófák, vagy sodrófák, de fák. Érted? Fák. Azt mondja anyósom, Géza! A fák nem nőnek az égig. Ne beszéljen maga mindenbe bele, minden hülyeséget! Istenem magával már mama. Ah! Ne mondja, csak az omótól lett ilyen. Még valamit, Béla bácsi. Megesküdtem volna, hogy a föld kerekségen anyósomat senki nem tudja lepipálni. Béla bácsi győzött! Hajrá! Olyas valaki következik, akivel sok-sok éven át voltál egy műsorban, ő az első részben, te a másodikban. Én egyszer meg akartam hírni egy ilyen szerelmes pár történetét, Romeo és Júliáit, akik egy hakni műsorban külön vannak. Az egyik az első részben, a másik a második részben, és sohasem találkoznak. Én Soltész Erzsővel voltam egyszer egy ilyen műsorsorozatban, és a 60. előadáson bemutatkozott nekem, azt hitt, hogy én vagyok a kultúros. Én mindig bejelentettem, akkor elkezdett a dob peregni, mentem, kiültem be a kocsiba, mentem a következő faluba, bejött a színpad, és nem tudta, hogy ki jelenti be. Sas József. A csodálatos emlékű Kellér Dezsőnek volt egy nagyszerű mondata, válasz volt egy partnernek, aki azt mondta, hogy az öregségnek is megvannak a maga örömei. Mert azt mondta Kellér, jó, hát egyet mondjál. Géza, egyet mondjál, hol érzed, hogy 60 éves vagy? 2 év múlva én is annyi leszek, legalább egy picit segítesz. És nagyon-nagyon őszintén gratulálok a 60. születésnapodhoz, és a nagy sikerű eladásaithoz. Csókollak. Olyan aranyos volt a Józsi, és olyan szépeket mondott, hogy most valahogy segíteni kéne nekem is, hogy 60 éves korban mi az az egyetlen, ami tényleg öröm. Józsi, ne keseredj, egy nincs. De neki volt egy nagyon konkrét kérdése, talán elment a füled mellett a szó, hogy hol érzed, hogy 60 éves vagy, gondolom anatómiailag érdeklődik. Anatómiailag a pályámon büszke voltam arra, hogy általában a műsoraimban lágyék körül nincsenek poénok. De hát azért most így a kedvedért mondok valamit, én is úgy hallottam, hogy mondja az egyik 60 éves a másiknak, hogy képzeld el, impotens vagyok. Azt mondja a másik. Hát, nem érdekes. Egy gonddal kevesebb. 1976. Mit látsz a téren? Ki áll kevélyen? Talapzatán egy kőszobor. Kezével bőszen szorítja íját. Pikamód komor. Hé, 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 öreg harcos, ne feszíts túl az íjadat. Hé, 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 a kőszíved megszakad. Lazítani, próbálj meg lazítani, nem győzlek tanítani, hogyan csináld. Kell egy kis áramszünet, időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább. Fárasztó sporták, a pénzvadászat, pihenni közben nem lehet. Ez is kell hozzá, az is kell hozzá, ugye emberek? Hé, 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 öreg harcos, ne feszíts túl az íjadat. Hé, 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 a kőszíved megszakad. Lazítani, lazítani, próbálj meg lazítani, lazítani, nem győzlek tanítani, tanítani, hogyan csináld, hogyan csináld, kell
kis áramszünet, áramszünet. Időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább. Szeretlek édes, amire képes vagyok, azt mindig megteszem. De már a tempó, amit te diktálsz, nem való nekem. Szép, 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 mikor éjjel hozzám bújsz oly lelkesen, s éneklem a kedvenc slágerem. Lazítani, próbálj meg lazítani, nem győzlek tanítani, hogyan csinál, kell egy kis áramszünet, időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább. Kell egy kis áramszünet, időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább. Bajdu, bajdu, ding, dajdi, dajla, hit da, dajde, da, puff, ne, ja? Hölgyeim és uraim, ne menjenek messze a rádiókészüléktől, csak egy kicsit lazítsanak, mert rövid reklámunk, és a hírek után folytatjuk a Hoffi Kabaré ismétlését 60. születésnapja alkalmából. A következő kérdezőnél próbálj megjegyzetelni, mert igen hosszú lesz. Bajor Imre. Én azt kérdezném, hogy valamelyik adón volt egy megemlékezés olyan formában a Géza születésnapjáról, hogy beadtak egy pár ilyen régi számot, és az egyik, amely nekem nagy kedvencem, ez az a bizonyos Armstrong blokk, és ott egy sor hangszert a Géza utánozza a torkával, szájával, nem tudom ezt hogy kell mondani, biztos, hogy van egy technikája, és én azon gondolkoztam, amikor ezt néztem, miközben persze borzasztóan élveztem a dolgot, hogy tanult-e, vagy egyszer csak úgy jött magától. Jó? Ezt kérdezném én, hogy ez hogy jött. Csalódott vagyok, hogy csak te kérdezed, mert én azt vártam, hogy nem csak te, hanem az Otto és a Tóth-Otto is kérdez valamit. Na, félretéve komoly dolgot. Hát a válasz az, hogy minden paródista utánzással kezdi a pályáját. Színészeket utánoz, hangszert utánoz, állatokat utánoz. Itt még nincsen mondani való, itt még nincsen tartalom, és olyanokat talál ki, amit úgy lehet csinálni mindenféle zavaró körülmény között is, mondjuk vendéglátóban, kocsmában, erre-arra. Azon kívül én nagyon sokat próbálkoztam külföldön, mert itthon nem ment, és ehhez nem kellett szöveg. Ezek a számok ilyen varieté stílusban, varieté szinten bármikor előadhatók voltak, és ezt én tudtam. Ezt megpróbáltam, aztán annyira ment, amennyire ment. 1969. Csókolom Ella néni. Józsika, Kovácsó, nincs itt. Hát én, ha jól lennék helyette, megpróbálom, jó? Na. Lambda, samba, dance, samba. Bye 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 próbálja meg Louis Armstrong, jó?
said to you, lots of fun with the Dutch samba. Mondtam, hogy nincs itt a Józsika. Mi? Igen? Jó. Igen? És erre mit mondod? Igen. Igazán. Na hát. Ez. Maga mit mondott rá? Nem úgy értem, maga mit mondott rá? Ez. Csak ez? Értem. Hát igaz is, persze. Ja, még ezt is? Hát, aha. Ez nekem itt magas. Igen, megint sok dolog. Igen. Aha. Így se jön. Hiába, nincs itt, mondom, a közelben is. Ezt persze nem értem. Ennek mikor lesz vége? Na, jó van. Minden idők legrövidebb kérdése következik Galla Miklóstól. Áprilisban láttam Hoffi Géza műsorát a Madás kamarában, és nagyon tiszteletre méltó volt, hogy ha jól emlékszem, akkor a keretjátékot leszámítva 1 és 4 órán keresztül teljesen egyedül és állva a színpadon adta elő
úgy a műsorát, hogy gyakorlatilag végig a közönség figyelme le volt kötve, tehát egy pillanatra sem bizonytalanodott el ez a színpadi erő. Tulajdonképpen csak az érdekel, hogy egyrészt erre hogy készül föl, tehát hogy bírja ezt, mert ez még egy jóval fiatalabb előadónak, és úgy gondolom, hogy egyszerűen fizikailag nehéz lenne egy és negyed órán keresztül egyedül állni egy színpadon. És úgy tűnt, hogy teljesen fejből mondja, tehát hogy van-e valami kis, mégiscsak valami puska valahol, ami ilyen slágvortok föl vannak írva, vagy tényleg úgy, ahogy kinéz, hogy teljesen fejből, emlékezetből mondja-e a műsort. Hát erre vagyok kíváncsi. Köszi. Köszönöm a kérdést. Üdvözlöm a Bessenyő Fiszavácsit. Szóval komolyra fordítva. Hát az, hogy az ember hány percig van állva, ennek én nem látok olyan nagy jelentőségét. Hát talán fiatalkorban a porcelángyárban és a téglagyárban megedződtem, és bírom. A másik, hogy az egy és negyed óra az nem attól nehéz vagy könnyű, hogy az ember áll vagy ül, hanem attól, hogy le kell kötni az embereket. És ha azok nem mocorognak és odafigyelnek, és úgy tűnik, hogy az egy óra valahány perc, ez csak 20 perc, aztán amikor az órára néz, akkor veszi észre, hogy hát ez bizony már sokkal hosszabb. Erre én nem tudok választani, nem is foglalkozom azzal, hogy ez hogy van, csinálom, de utána összeesem, bent a színpadon ott nem. Úgy néz ki, mint hogyha fejből mondaná. Nekem a közönség az a beszélgető partnerem. Ha most valakivel az ember elkezd beszélgetni, hát ahhoz nem kellene jegyzetek, ha egy jó partner van, akkor elkezdünk beszélgetni. És akkor ő is hozzáteszi a magáét, én is, és hogy milyen jó kibeszélgettük magunkat. Az időre se nézünk, a témára se. Egy beszélgetésben nem lehet bakizni. Ott lehet bakizni, amikor van egy betanult szám, és azt szépen azért bemagolja, és okosan, ügyesen négy alá vagy négy fölé el tudja mondani, még hogyha ülnek vele szembe emberek akkor is. 1986. Azt írta az újság, hogy a Kistex művelődési központban külföldi vendégmunkások tömegverekedést kezdtek. Ennyi a hír. Na most ebből a dolgozó megtudja azt, ami rátartozik. Semmit. Hát nem? Kiverekedett, mérenek, hogyan, meg semmi? Anyósom, ne félj, azt tudta? Hát tudta is a mama. Szóval Géza, most jöttem a piacról. Megbeszéltük a verekedést. Képzeld el, izraeli bányászok szétverték a doni kohászokat. Miért nem lehet megírni, hogy kubai négerek a magyar rendőröket ráverték? Miért nem lehet? Gyerekek! Szégyellik? Melyiket? Hogy a vendégségben néger ilyen verekedés, vagy a másik otthon ilyen pipogya. És először kit vágtak fejbe? A kapitányt. Ahogy kell, rangsor szerint, persze. És ugye emberek utánam, póf! Akkor előttem. Ilyenkor az a rend, hogy átveszi a nyomozás vezetését az ügyész. Televízióban elmondta a véleményét, láthattad. Remek volna. Így kezdte. Az az igazság, azt mondta anyósom, akkor hazudik. Azt mondja, semmiféle verekedés nem volt. Az újság meg azt írta, hogy volt. Föl akartam hívni, hogy te, mielőtt bármi véleményed van, egyeztesd. Hogy legalább ti mondjatok egyformát. Azt mondja, még valami. Amíg a rendőrök nem voltak kint, addig nem volt semmi. Azt mondja, mama, ez az? A rendőröket nem kell kiengedni.
mert csak balhé van. Még, idézem, még nincs vége, azt mondja az ügyész, hogy egyébként nem is igazi szüreti bál az, ahol nincs egy-két verekedés. Ő csak tudja, nézd, milyen ferde a feje. Na most, gyerekek, semmi nem volt, én mindent elhiszek, hogy semmi nem volt. Én olyan régen lakom itt, én mindent elhiszek. Csak akkor miért van kórházban 18 rendőr, miért nem 40 néger? Na! Anyósom, tudja, ne félj! De Géza, a rendőrök a négereket nem vették észre, mert a verekedés este volt. Vagy szegény rendőrök nem is mernek semmit se csinálni, mert, hogy mondjam csak szóval, mi nem mellettük állunk. Egyébként kérlek szépen, így lejáratni egy ilyen intézményt, legutóbbi kékfényt, tessék, emlékezz vissza. A rendőrnek kell megmagyarázni, hogy miért intézkedik. Két méteres rendőr, hát mondtam neki, hogy álljon meg, az meg csak futott. Egy ilyen büdös lábú diszkópatkány, ott az ő. Én mondtam neki, hogy álljon meg. Aztán kisvartatva ő nem állt meg. Aztán tovább mentünk, megint mondtam, hogy álljon meg. Aztán csak nem állt meg. Ha én futottam volna elől, én már megálltam volna. Erre csak futottunk tovább, azt akkor ide rúgott az órom elé, ennyire. Mondtam is magamnak, Jóska, látod, gyorsabban futottál volna, most pofán rúgnak. Tudod? Én meg csak mondtam neki, hogy álljon meg, aztán nem akart. Elővettem a pisztolyomat, és figyelmeztetőleg a levegőbe lőttem. Hát, mind a ketten megijedtünk a pisztoly, aztán már bánom, hogy lőttem, mert gyorsabban futottunk. Veszélyhelyzet volt, mondom, legalább magamat lelassítom, és a lábam elé lőttem a földbe. A hüvelykujjamon azóta nincsen köröm, de... Jó, na... Az állampolgár meg csak nem állt meg, akkor aztán célzott lövést adtam le rája. Na most ebből katonai ügyészi vizsgálat lett. Gyerekeket, nem így kell csinálni. Ezt én tudom jobban. Ha egy ilyen tetű, egy ilyen, na mindegy, jön veled szembe. Szépen előveszed a stukit, közelről, így közepibe. Bum. Aztán kettő a levegőbe. A katonai ügyész döntse el, hogy melyik az első lövés. Jó, szóval... Nem kell, hozzám a fejembe szólom. Hát nem felvágásból, nem dicsekvésből akarom mondani, de a Madár Színházban a Hofélia című előadás, hála jó Istennek, meg egy-két embernek elért a 450. előadást, hát azért számolt ki, azért az már köfa. Ha. Sőt, abban már benne van a tahó is. Vagy nem, az a másik paraszt. A tehó az! A települési, járulási, hozzáfejlesztési, népront átvágási házról házra. No, az. Megszavaztad? Ne, de azért bevezetik. Mert demokrácia van, tudod? Hát nem tudom, a szavazás nálatok hogy végződött, de általában a népfront az győzött mindenhol. Én hülye két helyen X-re vettem, aztán... Népfront, az győzött a nép. 51,5%-kal. Hogy jön ki nekik? Anyósom, az tudja, ne félj, az... Hát tudja is a mama, az tudja. Géza, tudod, mi az 1,5%? Tanácselnök meg az anyja. Az anyja az még fél.
Hát kisfiam, nem lesz ebből baj, ha visszajönnek a kommunisták? Képzeld el, Pest mellett 8-10 kilométerre van egy község, 10 kilométerre meg 1000 évre. Ott kitalálta a tanács, meg a hegesztő. Vagy ne, hülyén mondtam, várjam még egyszer. Szóval kitalálta a tanács, meg az apparát. Jó reggelt! Kezdesz pilledni, nem? Na, szóval, kitalálták, hogy a települési pénzből mit építenek, dögöljek meg, ha nem igaz. Temetőt! Ez már valami. Előre, a kommunizmus útján. És így döglünk meg. Ennek van értelme. Temető! De nem már milyen régi típusú, amire kiírják, hogy föltámadunk. Hogyne, mai! Tudjon is a temető! Föl! Támadunk! Ennek van értelme. Nem mondom, a kis pénzemet befizetném én is, hogyha tudnám, hogy ki mellé fekszem. Csak akkor még mozogjon, gyerekek, hát. Na, aztán, hogy aztán már összemelegszünk a málványlapon után, aztán eláshatnak, akkor már nem érdekes. És éjfékon lent átmegyünk majd egymáshoz. Tululú, kinek van kukaca? Így rendet, szépen, persze. Jó, szóval jó vagytok, na, ez a lényeg, hogy jó vagytok. Kicsit nem sok mindent beszéltem itt össze-vissza, mert vigyázni kell ám. Jaj, tudok egy viccet. Nem vicc, de tudom. Igen, magasrangú rendőr elvtárs oda megy a lángos sütőhöz. Azt mondja neki a lángos sütő. Előtt egészséget, ezredes elvtárs. Ha maga engem honnan ismer? Jelentem tisztelettel, nyugdíjas BMS vagyok. És a nyugdíj mellé a kis lángos sütés, ugye, jó, jön, tetszik tudni. Sok sikert, köszönöm szépen. Megy tovább, 5-6 méter, ott áll egy vakkoldus. Előtt egészséget, ezredes elvtárs. Ne viccelje már, maga honnan ismer? Csak nem maga is nyugdíjas BMS. Nem, én még aktív vagyok. Ezeket csak azért mondtam, legyen mit kivágni, tudod? Például, az újságból írt, hogy hallom, hogy Nicaraguának a harcolóknak küldtünk egy mentőautót. Azt mondta anyósom. Géza, a harcolóknak miért kell elvenni a kedvit? Hogyha győznek, akkor nekik is ilyen mentőjük lesz, mint nekünk. Tudod milyen? Ez a lengyel gyártmányú webfabrik, ez a Fölszte Klatsze. Hát te, aki az autóhoz ért, az tudja, ebben a Niza mentőautó van egy dolog, ami biztosan mozog. A halott. Tudod? Van rajta sziréna is. De nem azért, hogy félre, mert jön a mentő. Emberek, tolják meg, mert nem érünk el a kórházig a büdös életbe. Na meg valamelyik nap, hogy állítólag konszolidációzás van. Jemenbe vagy mi van? Konszolidáció. Már jó van, csak már most már ne háború legyen, mert volt, amikor egyik marxista lőtte a másik marxistát, gyerekek, te azért annyira nem olcsó a lőszer, gyerekek. Hogy egyik marxista lövi a másik marxistát. Hát, dögöljek meg, ha értem. Anyósom, az igen, az a... Hát tudja is a mama, az tudja is. Mondom, mama, hogy van az, hogy az egyik marxista lövi a másik marxistát? Tudod, Géza, lakva ismeri meg az ember a másikat. Géza, akkor engedd meg, hogy befejezési jó vadászatot kívánjak neked Leány Líceumban, erdőben, parlamentben. Hogy mondtad, mert ezek innentől érdekel? Hát csak utaltam a kérdésre, a 60 éven felüli igen, a sors. Évek örömei. Igen. Nagyon szépen köszönöm.
ez most nem tiszteletkör a részemről, de köszönöm, már gondoltatok erre, és erdészek meghívtak, a születésnapomat együtt töltöttük, egy gyönyörű szép helyen az erdőben, és hatalmas nagy tortát hoztak az asztalra, 60 szál gyertya égett. Fúj, de Gézukám, beleírva, hogy születésnapodra, mindegy, gyönyörű torta. Nagyon jó. Elfújtam a gyertyákat, benne van a kés, hát akkor szeletelt fel a barátaidnak a tortát, elkezdtem nyüstölni a tortát, egy centit nem ment előbbre a kés. De egyik erdész azt mondja, nem úgy küllözt. Benyúlt az asztal alá, és egy ilyen motoros stílfűrészt elővet, beindította, és akkor derült ki, egy röngfából levágtak egy szeletet, az volt a torta, összekenték csokoládéval, és ezt tették elém, csodálatos élmény volt. Minden születésnapomra ilyen fa tortát szeretnék fogyasztani. Bár úgy lenne, hogy a tiéd legyen ebben a műsorban az utolsó szó, de engedd meg, hogy a Schlusspoén után is megtoldjam azzal, hogy még nagyon sok évgyűjt kívánok neked erre a tortára. Köszönöm szépen.